pikáns a két irányító csatája is, ugyanis Chris Dunn egy szezont itt töltött Kaposváron, nagyon szeretik és kedvelik ebben a csarnokban, és az ő dobása lejött, a másik oldalon Ubija dobása viszont pontosan kikötött a gyűrűben. Aztán az elzárás után gyönyörűen játsza meg Barnes, ez kicsit talán már sok, de benn van Troy Barnes kosarával, vezet az atomerőműhez. Tóth Ádám indítja Dunnt, ez tiszta az ígyszer. Chris Dunn kosarával 6-3 a vendégeknek. Igen, ugye Pulykonnak voltak nagyon jó meccsei, említettem a Szolnok ellen, de volt abban a szezonban egy olyan meccs, ahol miközben Tóth Ádám dobott kosarat. Dunn. Hú, milyen lendülettel jött ott Barnes, és Tóth Ádám is. Ráadásul faltal együtt jó a kosár. Igen, a horvát van súlyban közelebb Tóth Ádámhoz. Aki az idei második három pontosát dobja. Dunn robog, és próbálja még rendezetten kaposvári védelem ellen befejezni az akciót. Hát erre most már nem nagyon kerülhet sor. Ki is esik a labda Dunn kezéből, Barnes összeszedi, ott a sorokban menve, az neki egy tiszta dobóhelyzet, és benne is van a három pontos. Ez a szezon egyértelműen Benke Szilárd berobbanásának a szezonja, és ezt jól bizonyítja ez a gyakorlatilag hidegkézzel elvállalt kinti dobás. Tóth Ádám nem tudja Henleny, fizikailag nem tudta vele fölvenni a versenyt. Ez szép, szép befutás, gyenge oldalról érkezett medve. Kijön a gyűrűből a három pontos, és Eilingsfeld János szedi össze. Amikor együtt játszottatok emlékeim szerint a Szolnokon, akkor is általában ütötte be ezeket a taktikai falatokat. Itt pedig közben egy Kovács Ákos Zincer jól látta meg a lehetőséget. Tóth lepattanol, szed és fölhozza a labdát. Kovács. Ott az Zincer. Ez egy sokkal nehezebb dobás volt, mint az előző, de megoldott a Kovács Ákos. Állat, akkor az majdnem biztos tripla. Itt viszont rengeteg a hiba, de érkezik Eilingsfeld, és bezsákolja az újabb támadó lepattanót. Maga Eilingsfeldnek ez a negyedik támadó lepattanója volt, és a második olyan, amit egyből be is tett a gyűrűbe. Dunn, ez sem egybe neki. Robinson visszaszedi. Majdnem önkosarat vétett Tóth Ádám. Ez esetben ugye Henleynek lett volna két pontja a szabályok szerint. Szép a kiosztás, Robinson. Úgy tűnt, egy picit röviden vezeti ki a labdát, de mégiscsak pontos. Robinson, ő nem hibáz el az Zincert, újra vendégelőny. Azért nagyon érdekes, mert a legérdekesebb adat a statisztikában félidőben az volt, miközben Tóth Ádám veri meg Henleyt. Dunn. És megint Eilingsfeld. Ez már a harmadik ilyen lepattanója, amit egyből bezsákol. Szokatlan ideges Dunn. Az atomerőmű egy elég fura szerkezettel játszik, ugye? Azért hallották a dudaszót. Az Robinson szépen küldte. A 24 másodpercet jelző óra szólalt meg, de közben már az se támadás, és faltan együtt dob egy kosarat Donald Robinson. Ez most nagyon jókor jött a vendégeknek. Kéri Robinson Dunntól, kapja az elzárást. Robinson sokkal gyorsabb, mint Spica. Onnantól kezdve megkapta az elzárást, gyakorlatilag esélye nem volt onnan föntől Spicának lekövetni a lábbal. Alulról, vagy gyenge oldalról nem jött segítség. Spica egy kicsit késett itt a segítésnél, és lendületben meg tudta verni a hátvéd. Hoppá, Eilingsfeld kétszer is jó ütemben nyúlt oda. Kovács, Barnes. Robinson nem dobja a hármast. Inkább Barnes. És egy újabb, a negyedik olyan támadó lepattanója Eilingsfeldnek, ami a gyűrűben köt. Jó a kiosztás. És jó Troy Barnes három pontosa. Barnes. Igen, hát egy üzlet beindul. Dunn ott van Henleynnel. Kis ember egy magasabbal beviszi. És faltal együtt dob kosarat. Chris Dunn odarohannak hozzá ketten a csapattársa közül, hogy felsegítsék, mert nagyon fontos kosarat szerzett az amerikai 75-75 Chris Dunn. Szépen lép be Will. Dob egy gyönyörű kosarat. Itt Kovács nem dobja el, hanem bemegy. Mekkora labdát adott neki Eilingsfeld. Egyből visszapasszolt, de szerintem erre nem számítottak a kaposváriak. Spica lemarad, Ubija lemarad. Ubija, igen.
Kovácssal az előző szituációban, gondolom azért cserélik Mézis Zanát, lehet, hogy más az oka, Dán, ő is végigviszi, és zsákolja egy hatalmasat! Barnes triplája, lejön a lepattanó Will Tamásé. Ez nagyon fontos lehet ez a támadó lepattanó az Asénak, főleg ha Dán bedobja a triplát, és bedobja a triplát! Dán! Ellings vett hát a mögé, de aztán visszaszedi a labdát, dobja kell Willnek, és jó a három pontos Will Tamás! Kovács Ákos. Barnes elugrasztja, és dob egy újabb hármas! Azt a betyárját! Időnként Mézis Zorány. Barnes. Ott a tripla! Hanyadikat dobja! Ellingsfeld, az előbb rövid volt a dobása, ez meg pontos, hát megint milyen három pontosak jönnek Paksi oldalon. Hát szinte nem is dob mást a Paks. Kovács. Szép játék, Ellingsfeld zsákon, mekkora labda volt ez Kovácstól, két ember közé lőtte be, ugye. Dán, egy az egybe. Nagyon figyelnek a passzra, nem tudta megjátszani Ellingsfeldet. Barnes, megint egy nagyon nehéz szituáció, és megint az utolsó másodpercbe dob kosarat Troy Barnes. És nem fog rohanni Dán, az biztos. Hanem befut Will, megint befut Will, ezt is eladják már háromszor, igaz, hogy egyszer kihagyta. Igen, ez a sok. Óriási mérkőzés volt, fordulatos mérkőzés volt, és izgalmas mérkőzés volt. A végén 6-ből 6-ot bedobták, ami óriási bravúr. De ehhez kellett ez is, hogy ezek a lecsorgó labdák, amit itt voltak, ők szereztek vissza, és vissza, ebből kaptunk gólokat. Ha ez lett volna, talán miénk, akkor más a mérkőzés, és mi most örülünk. De minden elismerésem a fiúkért, a óriási küzdetek, a csapatom, nagyon büszke vagyok rájuk, gratulálok nekik is, meg gratulálok az ellenfelnek is, erre lehet építkezni. Jól játszottunk nagy részt a mérkőzésbe, de sajnos megint voltak ezek kis apró hullámvölgyünk. Nagyon nehéz mérkőzés volt, fejfej mellett haladtunk 3-4-en keresztül, de közben volt, hogy a Kaposvár elhúzott 10 ponttal, sikerült visszajönnünk. Egyéni eskedve játszottunk 3-4-en keresztül, úgy gondolom, nem is ment a játék igazából senkinek, csak szenvedtünk, erőlködtünk, a negyedik negyedben igazi csapatjátékkal vissza tudtunk jönni. A végén a Kaposvár bedobott egy triplát, most ez van, hosszabbítás lett. Mi bírtuk jobban, és sikerült felőrülnünk őket a végén. Örülök, hogy nyertünk, nem vagyok összességében megelégedve a csapat teljesítménye. Nagyon rapszódikus, főleg védekezésben, támadásban. Amikor elkezdtünk csapatként játszani, úgy gondolom, akkor tudtunk igazából ritmusba kerülni. Persze voltak extra dobásaink is, ami kellett ahhoz, hogy felzárkozzunk a tetemes hátrányból, de telt múlt az idő, és egyre jobban éreztem azt, hogy együtt vagyunk, és elkezdünk tényleg küzdeni, és valahogy egymásért játszani, aminek úgy gondolom meg is lett az eredménye.